Sziasztok, Ádám vagyok, a képen pedig a PlayStation Multipad 8.0 Pro Duo tabletet láthatjátok. Ez a rendkívül rövid nevű tablet. Egy egészen jó árértékarányú 8-szoros masina. Ugye, amint láthatjátok, és itt a sarokban Android 4 fut, 4.1 fut rajta. Ez már preinstallált, tehát előre telepített, még a korábbi verziókon Ice Cream Sandwich volt. Itt az oldalán számos infót látunk. 8-szoros kijelző van, 1,5 GHz-es kétmagos processzor, 8 GB háttértár, elvileg hosszú akkumulátoridő, HDMI kimenet, kamera, microSD bővítési lehetőség, illetve hát itt számszerűsítve is többet látunk a specifikációból. 1 GB RAM került bele, ez a 1024x768 pixeles kijelzőnk van, ami viszont csak TN paneles. És hát van egy kis hordozótokunk is, vagy védőtokunk is a tablethez, illetve hát 2 év garancia van a Prestigióra. Na, ki is bontjuk meg, és nézzük, hogy néz ez ki egészen pontosan. Szóval rögtön itt a doboz tetején van maga a tablet, de akkor kezdjük először a tartozékokkal. Van egy töltőnk, ami cserélhető adapterrel rendelkezik, 2 amperrel fogja tölteni, illetve hát egy ilyen vékony kis tűn keresztül adja majd le a töltést. Ehhez van itt egy angliai töltőfejünk, valamint egy európaink, amivel tölthető lesz a tablet itthon, illetve kapunk egy micro USB, USB adatkábelt. Van egy kis garanciakártyánk, illetve használati útmutatónk, és van egy micro USB, USB átalakító, amivel mondjuk pendrive-ot vagy hasonlót tudunk a tabletre kötni. És akkor hát először is nézzük meg ezt a műbőr tokot, amit kapunk. Igazából a legtöbb Prestigióhoz hasonló kialakítású tokot kap. De láthatjátok, a teteje nincs védve, csak simán becsúsztatható. Fekete színű, illetve piros színű varrással rendelkezik, és maga a belső is ilyen puha, piros színű anyaggal van bélelve. Ez viszonylag keményebb, tehát nem annyira hajlítható, ezáltal védi magát a tabletet. És akkor itt van maga a Multipad 8.0 Pro Duo tablet. Ugye, ahogy említettem korábban, 8-szoros kijelzőnk van, ez TN paneles, nem mondom, hogy olyan vékony a keret, de átlagos vastagságú igazából. Itt alul felül egy kicsit vékonyabb is, mint az oldalakon. Itt egy előlapi kameránk van, külön érzékelők nem nagyon kerültek rá sajnos. Jobb oldalán van kis mélyedés a hangszórónknak, egy dizájnos fémrács mögött. Felül van egy hangerőszabályzó gombunk. Bal oldalra került több csatlakozó, és itt van felül a bekapcsoló gomb. Illetve hát az alsó részeken vannak a csatlakozók. Van egy HDMI-nk, egy micro USB-nk, töltőcsatlakozónk, mikrofonunk, valamint a 3,5 mm-es jack csatlakozó. Még az alsó részre nem került semmi. Ha megfordítjuk a tabletet, egy matt fekete hátlapot látunk, amin nincs kamera, illetve hát ugye hangszóró sem, hiszen az oldalt helyezkedik el, mint említettük. Semmi extra, az alsó sarokban van csupán egy reset gombunk, illetve itt egy kis ajtónk, amit ha kinyitunk, a microSD slot található, tehát a memóriakártyát tudjuk itt bővíteni. Ez volna tehát a Prestigio Multipad 8.0 Pro Duo tablet. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!